A kameruni törpekecske egy Afrikában őshonos kecskefajta. A kecskeméti vadasparkban most szombaton jött világra két új példány belőlük, és még továbbiak érkezését várják. A kiskecskék egyelőre édesanyjukra vannak utalva, 2-3 hét múlva pedig ugyanúgy önállósodnak majd, mint társaik. A vadasparkban általában lehetőséget biztosítanak a látogatóknak ezeknek az állatoknak a simogatására, de most ebben az időszakban nincs erre lehetőség. A kecskeméti vadaskertben decemberben látott napvilágot egy Bennett kenguru bébi, akit most lehet látni, most már az anya erszényében a látogatók is meg tudnak figyelni, valamint egy hete született a muflonok családjában egy kis bárány, és még várunk két anyától bárányokat. És a legifjabbak pedig a kameruni törpekecskék családjában született szombaton egy ikerpár, ikergidák, akiket a látogatók is láthattak a születésüket, valamint hétfő ma reggelre született még egy kis gida, ott is várunk még további születéseket. A vadaskertben pedig tavasszal számos programmal várják az érdeklődőket. Hétvégente látványetetéssel, madárbemutatókkal, madárreptetéssel készülnek, március végén pedig családi napot tartanak.